Üdvözlök mindenkit, itt tennénk egy újabb CMT a V3 Last Venturas videóval, amiben nem is tudom, miről kéne beszélni igazából. Az zene, tehát az első téma szerintem, hogy privátra kellett tennem az előző videót. Ezért elnézést kérek, de hát igaz, magam ellen voltam, sokat hibáztam benne, mivel eléggé félérthető fogalmazásom volt benne. Ugyanis jogosan lehetett azt érteni, hogy OC-kerezni szeretnék, és nem csak a fogalmazásommal volt baj, hanem alapból, amit mondtam, az is annak számít. Szóval igen. Ezért privátra tettem a videót. Elnézést kérek, hogyha most már csak link hozzáférése tudjátok megtekinteni. De most ha vannak itt rossz akarók, akkor azok simán keresztbe tudnak tenni, és akár bannolhatnak is engem a szerverről. Még ha én nem is ilyen célból szerettem volna csinálni a videót. Na mindegy. Tehát volt benne OC-k erre. Igazából mondhatom, hogy felkérés, ha úgy vesszük. Volt benne MG, mikor a telefonszámomat mutogattam, ezt Gemma barátom mondta, hogy az elég nagy MG. Úgyhogy igen. Nem kellett volna ezt csinálni. Hát most ennyivel oldom meg, hogy privátra tettem. De mindegy is, mivel okafogyottá vált már ez a videó, és mindjárt mondom miért, csak előbb fölrakok egy hirdetést. Na, először gyorsan elmondom, hogy történt frissítés a fegyver mesterkönyvekkel kapcsolatban. Ugyanis ugye volt 3 darab lefűrészelt sörétes mesterkönyvem. Most már látjátok, egy van csak, meg egy hangtompítós Colt. Na. Nemrég egy olyan fél órája, vagy még kicsit régebben. Elcseréltem egy hangtompítós Colt 45-re egy. És hát ezért adtam 2 darab lefűrészelt sörétes könyvet. Nem tudom, vagy nem tudok megszabadulni a lefűrészelt sörétesektől. Hát, hogy meg kéne várni inkább a nyarat, de nem tudom, mert így is már ilyen 15-ben mozogna az áruk a könyveknek. Mindegy, majd kiderül. Lehet, hogy nekem ez nem érte meg, hogy elcseréltem, de most már nem is érdekel. Szabaduljak meg tőlük, mert nekem nem kellenek és kész. És akkor tényleg arra, hogy miért lett okafogyott az előző videó. Tehát nem is baj annyira, hogy privátra raktam. Itt azok. Megvettem ezt a házat. Nem elég, hogy megvettem, még el is cseréltem. Hogy mire? Ott arra. Szóval megvettem ezt a házat 95 ezer dollárért. Rocksure West, csak úgy mondom. Ide szerettem volna alapból. És ugye mondtam a videóban, hogy az lenne a legtökéletesebb, hogyha ilyen is lenne. Tehát le lehetne kérni varást későbbiekben. Le lehet. És 95 ezerért azt gondoltam, hogy ez ajándék. Viszont belül, hát nem a legtágosabb a ház. Meg mindjárt mutatom, inkább a másik ház alapján fogalmazom meg a mondandómat. Szóval, oké, hogy itt nem lehet majd kérni garást, de nekem én is rá szükségem, és amúgy meg tök jó beállója van. Aztán tegnapi nap folyamán, ugye ezt a videót most másodikán veszem föl, június 2-a, és
És tegnapi nap folyamán megjöttem iskolából délután, és egyből feljöttem a szerverre, és pont itt volt a szembe szomszéd, és ide jött, hogy hello, nem-e cserélem a házat. Hát kérdeztem, mire? Azt mondja, ott a szembe lévő házra. Hát megnéztem, és kicsit tágasabb azért, mint ez volt, pedig ez se volt, hát nem mondanám a legnagyobbnak, de nem is volt az a túl kicsi. Tehát bőven elfért benne egy olyan pár ember. Két szoba volt benne, fürdőre nem nagyon emlékszem, de lehet, hogy volt. Mi várjál? Nem, nem volt benne fürdő. Úgyhogy alapból ez érdekes. Viszont most már ez a ház a miénk, és hát az enyém. Meg már Péter is megnézte tegnap. Pont ki lehet centízni, hogy ne lógjon ki az orra a BMW-nek a tető alól. Tehát pont befér, tökéletes. Tehát itt is elég jó kis beálló, ide is lehet parkolni. Peter amúgy ide állt az új autójával, amiről majd lesz egy videó. A következő rész arról fog szólni. Tehát abban Peter is szerepelni fog. Ezt meg is kell majd beszélnem vele, mert még nem tud róla. Ezt most találtam ki. A lényeg, hogy ez most az új ház. Nekem elég most a beálló. De amúgy Jamal barátom nagyon rendes volt és felajánlotta, hogy nyugodtan használhatom az ő garázsát, ami arra fele van. Vagy hát az ő garázsokat, mert ők többen vannak ott, azt hiszem. Szóval nyugodtan használhatom, lehet mondom közt, de nem tudom most. Annyira mi nem használnám, de azért rendes volt tőle, hogy felajánlotta. Na szóval Peter itt áll az új autójával. Ugye volt neki egy Chevrolet Apache. Na most azt tegnap elcserélte. És majd a következő videóban megmutatjuk. Meg hát elmondjuk, hogy mire cserélte el. És majd kipróbáljuk azt az új dolgot. Ugye már az előbb említettem, hogy itt parkol, úgyhogy már tudjátok, hogy új autója van. Kipróbáljuk majd a következő videóban. Na, akkor szerintem menjünk is be a házba. Tehát így néz ki ez a ház. Konyha, itt a nappali, folyosó és egy. Jó az a kép, amúgy tetszik. Ez az én szobám, ja. Kettő. Három szoba. És egy fürdő. Egy kicsivel tágasabb, mint az előző. És hogy miért is cseréltem el, hát egy átjött a szomszéd és mondta, meg láttam is, hogy azért négy autója itt van, és mondta, hogy nem szívesen tárolja kinn őket. Én meg megértem. És ő majd fog lekérni magának garást. Úgyhogy elcseréltük egy az egybe. Tehát 95 ér, mondjuk úgy, hát mondhatjuk azt, hogy ezt a házat vettem meg. Jó kis beállós. Szerintem tök jó. Hát, menjük akkor egyet körbe, én azt mondom. Te szemetes. Már ezt lehet amúgy használni. Lehet ide kidobni valamit? Hát mondjuk most nem tudom. Nem nagyon akarom megpróbálni, de azért megnézzük. Most. Nem lehet kidobni, mindegy. Akkor az nem rendes szemetes. Meg ez csak dísznek van itt. Tehát láthatátok, hogy belül sem olyan kicsi. Hát ő azért nem egy óriási emeletes 200 négyzetméteres ház. Hát az volt olyan 70 négyzetméter körül. Hát ez szerintem olyan 80-90. Nem biztos, hogy van annyi, de ki tudja. Kicsivel nagyobb, mint a másik. Szóval
hogy a Peternek és nekem egy napon van a születésnapunk, most volt május 31-én, ezért ajánlottam föl neki, hogy veszek neki egy autót. Hát, ugye 95-ért vettem a házat, így maradt 165 ezrem. És felajánlottam neki, mert láttam előtte nap egy autót, ami elég jó áron volt. Hát gondolom, hogy gyári, de nem baj. Elég jó áron volt, gondoltam, veszek neki egy olyat. És akkor még később valamennyit visszaad, mert az összeset, az egész árát azért nem várom el, hogy visszaadja, mégiscsak születésnapunk volt. Hát de most meg közben így összejött neki, hogy el tudta cserélni a Chevrolet Apache-t. Így van neki most már autója. Meg még egy dologra cserélt el, azt hiszem. Így van. Úgyhogy a következő videóban Peter is itt lesz, csak meg kell ugye beszélnem vele. Abban a videóban majd leteszteljük az ő autóját, kipróbáljuk, hogy milyen. Úgyhogy a következő videó róla fog szólni, meg az autójáról. Meg hát ugye bemutatunk mindent, hogy sikerült elcserélni, és miért. Na. Viszont én is kinéztem magamnak egy autót, és nem hogy pont azt, amit meg akartam neki venni. Úgyhogy lehet, hogy meg lesz majd vásárolva valamikor egy olyan típusú járgány. Nekem tetszik igazából. Úgyhogy lehet, hogy a Peter-ös videó után az lesz a következő rész, amiben majd kipróbáljuk az én új autómat. Mivel a BMW mellé azért elférne még egy jó kis járgány. Legalábbis szerintem. Imádom ezt is, mert szerintem rohadt jól néz ki. De azért elfér itt még egy szép járgány. Úgyhogy, ja, gyerekek, ennyi lett volna ez a videó. Hogyha tetszett nektek és még szeretnétek folytatást, akkor mindenféleképpen elkövetjétek ezt a videót. És akkor a következő videóban találkozunk, valószínűleg Peterrel. Mert megbeszélem akkor vele. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, én nem voltam, sziasztok!